Kép kiemelkedő reformkori politikai gondolkodónk Széchenyi István és Kossuth Lajos életpályáiról, valamint a köztük lévő vitáról tartott előadást Csorba László történész, egyetemi tanár Dunabogdányban a művelődési házban. Párizsban 1914-ben egy porosz tiszt van a társaságban, aki megjegyzi, hogy azt mondja, ez a Széchenyi, ez egy remek fiú. Szóval ez olyan szimpatikus, hogy megkedvelteti velem a tudatlanságot. Ebből egy picit érezhetjük, hogy valami lehetett benne, hogy nem tanulta magát adjon a fiatalember. Aztán, amikor ugye rájött, hogy hibák vannak, egy elképesztő rohammal ugye pótolta. Ugye mindenki tudja, hogy a hintójának külön, tehát nem ilyen kis ablaka, hanem külön hatalmas nagy üvegablaka volt, hogy a fény ugye hosszú ideig kellő mértékű bejön, és utazás közben is olvasott. Az 1791-ben született gróf fiatalon a gondtalan nemes ifjak életét élte, huszártisztként részt vett a Napóleon elleni háborúkban, s noha édesapja Ferenc a felvilágosodás híveként például magángyűjteményét felajánlva a Nemzeti Múzeum megalapításában is részt vett, semmi sem mutatott arra, hogy fia is érdeklődést mutat a haza dolgai iránt. Angliában tett 1815-ös utazása során állt be szemléletében a fordulat, és lázas önképzésének időszaka után az 1820-as évektől számtalan modernizációs ötletét akarta Magyarországon megvalósítani. Lépések, ugye az akadémia megalapítása, hiszen a nyelvet kell javítanunk, a világtudományát, azt a saját nyelvünkön kell elmagyaráznunk. Ugye a lótenyésztés, a ló dolga, ez zseniás gondolat, nem csupán azért, mert a gazdaságnak szüksége van szállító eszközökre, és nem csak azért, mert a hadseregnek szüksége van, ugye jó minőségű lóra, pont ezért, ugye hogyan lehet érdekelté tenni a tenyésztőket mindebben, és továbbá, hogyha a verseny révén a minőséget emeljük, egyben olyan társadalmi, társasági alkalmat teremtünk, ahol ugye állandóan az ország jelesei összegyűlnek, és egymással eszméket cserélnek, ahol az eszme súrlódás, az eszme súrlódás bekövetkezik. A társadalmi nyilvánosság fontosságát felismerve a klubéletet jelentő kaszinót hívta életre, az iparosodás és kereskedelem modernizálása érdekében a gőzhajógyártást honosította meg, valamint az első gőzvasút kialakítása és az első állandó híd felépítése is nevéhez kötődik. Emellett geopolitikai jelentőségében is felkívánta emelni Magyarországot. Az egyik legzseniálisabb gondolata az, hogy Magyarország a geopolitikai helye az, ami lenyűgöző, mondja Széchenyi, mert áthúzódik egész Európán egy elképesztő gazdasági vonal. A Duna, ugye, nyugatról jön kelet felé. A nyugat áruit, a nyugati civilizációt hozza az elmaradottabb keleti vidékekre. Csak egy nagy baj van, ugye, hogy ott a hegyeknél beragad az egész. Ugye a Duna egy vakzsák, mert a hajók nem tudnak átjutni. Ugye a víz maga még átharabdálja magát a Kárpátokon, ugye a Kazánszorosokon és a Vaskapun, de alacsony vízállás a hajók nem tudnak átmenni. A Duna teljes szakaszán történő hajózhatóvá tétele Széchenyi elgondolása szerint felértékelheti Pestet és Budát, amely Budapestként nem csak egy új magyar főváros lehet, hanem a birodalom központja is. Széchenyi minden modernizációs tervéről írásban számolt be a közvéleménynek. A korszak reformeszméit Hitel című munkájában országos programmá gyúrta össze. Világ és Stádium című könyveiben pedig a közvélemény előtt védte és konkretizálta a programot. 1802-ben vagyunk, és a szülők ugye Kossuth László, ügyvéd, és a felesége Térlingi Weber Karolina, szerény, de azért egy nemesi értelmiségi szintjén azért olyan egzisztenciát tudnak biztosítani a családnak, ami a gyermek tanítatását lehetővé teszi. Már pedig mi tudjuk, hogy az iskola a mobilitás egyik legfontosabb eleme. Az evangélikus vallású Kossuth Lajos piarista, majd evangélikus, végül református iskolai tanulmányai után jogvégzett, fiatal ügyvédként zömmel zempléni pereskedő nemesek jogügyeit intézte. Egy zavaros ügylet kapcsán kialakult botrány miatt elkerült Zemplénből, és a Kossuthékkal jó kapcsolatot ápoló Andrássy Károly, mint főrend, az országgyűlésbe küldte, hogy tudósítson neki az eseményekről. Így került Kossuth Pozsonyba, az akkori magyar politikai élet központjába. Tehát a nemesi követküldés logikájában már a polgári nyilvánosság
igénye van benne. Micsoda elképesztő gondolat. Úgy csinálunk, mint hogyha a nemesi szabadságjogok, amik eredetileg privilégiumok voltak, ugye a nemesi szabadságjogokba belelátjuk az általános polgári szabadságjogokat. Amikor Kossuth azt mondja, hogy a szabadságnak nincs több beszáma, annak csak egyes, nincsenek. A szabadságok azok privilégiumok, azok előjogok. A szabadság az egy és általános, annak nincs több beszáma. Tehát úgy kell érvelni, úgy kell minden ügyet megvizsgálni, hogy a nemesi jogokba azt ki kell terjeszteni. A népet be kell emelni az alkotmány sáncaiba. Ami azt jelenti, hogy az alkotmányban rögzített nemesi szabadságjogokat mindenkire ki kell terjeszteni. Kossuth 1832-től kezdve az országgyűlési tudósításokkal igyekezett a polgári nyilvánosságot szélesíteni és a reformellenzéki gondolatoknak teret adni. 1836-ban az országgyűlés feloszlatása után a megyegyűléseken folytatta e munkát. 1837-ben bebörtönzik, börtönéveit szellemi munkával töltötte, olvasott, írt, nyelvet tanult. Szabadulása után 1841-től a Pesti Hírlap főszerkesztője lett, e lap rövid idő alatt a reformeszmék legfőbb orgánuma, Kossuth pedig a reformellenzék vezető személyisége lett. Széchenyi annyira úgy érzi, hogy baj van, hogy a Pesti Hírlap már nem jó, hogy nem úgy viszi a reformokat, ahogy kellene, hogy igazából nem is vitacikket ír, hanem egész röpjelatot ír ellene, a Kelet népe címet adja neki. És azt mondja, hogy a szándék a tisztaságáról legkevésbé is kételkedem. Elveit jobbadán osztom, ugye? Legnagyobb részben magamévá teszem. Ekképp mi a probléma? Ekképp egyedül azon modor ellen lecs van kifogásom, mely szerint mindő hiszi felemeli a hazát, mint hiszem viszont én sírba dönti a magyar. Széchenyi szemében a Kossuth által képviselt francia modor forradalmi és jakobinus ízű, szerinte Kossuthtal az ország felemelésének ügyéhez sok embervér fog tapadni. Kossuthék köre szinte az egész reformellenzék túlzottnak tartotta ezeket a vádakat. Hát ezt Széchenyi gondolta egyedül, senki más nem gondolta. Sőt, ugye itt látjuk, Deák ezt Veselényének írta, a teljes reformellenzék mind magára, csak egész némandok, ugye, akik talpnyalók, ugye, azok vannak Széchenyi körül. Széchenyi ebben szerintük tévedett. Kossuth egy becsületes középutas, nem szélsőséges radikális. Hát akkor hol van Petőfi, hol van Táncsics? Azt mondja, ők Deák nagyon bölcsen, hát még csak most ért véget a terror korszak éppen. És mi volt a terrornak a logikája? Hát az, hogy a magyarok mocskos, elszakadós forradalmat akarnak csinálni. Tehát tulajdonképpen, hogyha Széchenyi is forradalmának látja Kossuthot, akkor valóban megtermékét igazolja. Tehát apológiát ír az ellenünk használt terrorizmusra. A reformeszmék sarkalatos pontja, hogy a modernizációval járó társadalmi átalakulásban milyen mértékben valósul meg a politikai jogok kiterjesztése. A két reformer gondolkodó ebben a kérdésben eltérő nézeteit is ütköztette a korabeli nyilvánosságban. Ugyan a nép érdekébe cselekszünk, a népet föl akarjuk emelni, föl akarjuk szabadítani, de nem lehet magát a döntési folyamatot a népre rábízni, mert a nép ostoba és műveletlen. Hát ezt mindenki tudja, hogy a jobbágy tömegek ostobák és műveletlenek. Nem lehet politikai jogokat adni nekik, mert akkor magukról rosszul fognak dönteni. Mire hivatkozik ő, ugye? Egy akkoriban még történetileg is ugye hitelesnek gondolt jelenetre, ugye a Barabás jelenetre. Hogy hát ítéletében mindig hibázott a nép, és még Krisztus urunkat is minoritásban hagyja Barabás ellenében. Kossuth válaszában a Pesti Hírlapban azt írja, hogy a nép, ha rosszul is dönt, de ítélni fog akkor is, ha ezt Széchenyi nem is szeretné. Mindig figyelembe kell venni a nép helyeslését, felhatalmazását, mert senkit sem lehet boldogítani akarata ellenére. Mert mi a lényeg, ugye, mi a különbség? Széchenyi nem volt demokrata. Kossuth viszont demokrata volt. Széchenyi azt mondja, hogy előbb tanulj meg úszni, azt utána bemehetsz a vízbe. Ja, ilyen nincsen, ugye? Úszni, megtanulni csak a vízbe lehet. Tehát miről van szó? Tehát a demokrata az kell, hogy vállalja a rossz döntések kockázatát. Az, hogy igenis sokszor a nép rosszul fog dönteni. De csak a saját, amikor megérzi a saját
bőrén a rossz döntéseinek a következményét, akkor fog majd tudni korrigálni. A reformkor óta napjainkig végigkíséri e vita a történeti közgondolkodást, és minden politikai kurzus meghatározza viszonyát a két reformkori gondolkodóhoz. Csorba László ismertette Széchenyi és Kossuth koronkénti értelmezését, vitájuk utóéletét. A korszakban nem volt akkora különbség céljaikat illetően, mint ahogy a későbbi korok őket szembeállították. Ugye a Széchenyi zsenéjéből semmit nem volt le, hogyha Kossuth zsenéjét, és viszont Kossuth zsenéjéből sem volt le semmit, hogyha a Széchenyiét elismerjük. Ők ugye a magyar reform egyszerre szimbolikus és tevőleges figurái, akik azonban rengeteg vitatkoztak egymással, sok probléma volt, sok feszültség volt, de mind azt a közös célt szolgálta, hogy Magyarország modern, az emberi jogokon alapuló, ugye olyan nemzeti közösség legyen, amelynek tagjai saját sorsukat a maguk kezébe fogják és elintézik.